A Basi Református Egyházmegye egyik legkisebb, a mindössze 18 taggal rendelkező ipolybéli gyülekezet vállalta fel idén a hagyományos kórus találkozó szervezését, hogy az elhangzott énekeken keresztül is együtt dicsőítsék Isten megtartó erejét. Zsúfolásig megtelt az ipolybéli kisreformátus templom a Balsi Református Kórusok találkozóján, ahová az egyházmegye számos gyülekezetéből érkeztek hívek, hogy a dicsőítő énekek, zsoltárok és énekelt imádságok által hitbéli megerősítést kapjanak. Az ének az imádság. Augustinus Szent egyházatja azt mondta, hogy aki énekel, az kétszeresen is imádkozik. A Balsi Református Egyházmegye esperese a kórus találkozón az Isten tiszteleteken elhangzó énekek fontosságáról beszélt. Azt mondta, hogy minden ének üzenetet közvetít. Sajnos a szorvány helyzet egyre erősebb, egyre láthatóbb és egyre elszomorítóbb, és ez szerintem mindenképpen egy lélekemelő alkalom, hiszen a zsoltárok, az imádságok fel tudnak hozni az ember lelkéből olyan kincseket, amelyet, hogyha közösen meg tudunk élni, akár mint mai Tipolybélen, azt gondolom, hogy az erőt adhat. A szorványhelyzet a kórusok tevékenységére is rányomja a bélyegét, vélik a kórusvezetők és a lelkipásztorok, akik szerint az egyházmegyében nem csak a gyülekezeti tagok, hanem a kórusok száma is csökken, éppen ezért rendkívül hálásak minden közösségben megért pillanatért. Ezért a csodálatos napért Istennek adunk hálát, ahogy beszélgettünk az asszonytestvérekkel az Isten tisztelet előtt, elmondták, hogy még soha nem volt ennyi ember ebben az icike-picike templomunkban. 18 lelkes gyülekezetről van szó, de a lelkes nem csak a lélek számot jelenti, hanem annyira lelkesen készültek erre a mai alkalomra. Még nem beszéltem velük, hogy hogy élték meg, de láttam, hogy többen zsebkendőt vettek elő és sírtak a gyönyörű ének számok alatt. A Nagysallói Bibliaóra közösségének kórusa, valamint a lévai, a poszbai és a barsi lelkészek kórusa és az Azi Akusztik koncertje mellett a Lévai Juhász Gyula Alapiskola alig egy évvel ezelőtt alakult kisgyermekkórusa is szívhez szóló énekekkel, nemzeti öntudatot erősítő dalokkal emelték az ünnepi esemény hangulatát. Onnan kezdődik az egész, amikor a pedagógus, a szülő arra neveli a gyerekét, amik vagyunk, és belülről érezni kell a fontosat. Érezni kell azt, hogy magyarok vagyunk, és már pici korban ezt a gyerekbe talán nem jó szót használok, de bele kell nevelni. És pontosan ilyen énekekkel, beszélgetésekkel, játékokkal. Az esemény az együttünneplés örömén túl a szakmai fejlődésre is alkalmat kínált, ugyanakkor segíti a magyar református egyházzene értékeinek tovább örökítését. Valamennyien éreztük azt, hogy itt most valamilyen csoda történik, és a csoda pontosan a zene által születhetett meg, mert az ének, a közös ének az, amely összekapcsol, amely összeköt bennünket, amely valahol azt mondja, hogy egymásba kapaszkodhatunk, megfoghatjuk egymás kezét, bizalmat vethetünk akkor is egymásba, és legfőképpen az Úristenbe. Ipolybél az alig 200 lelkes települést összetartó, egymást tisztelő, magyarságokat őrző emberek alkotják, akik számára fontos a hitélet is. Kicsi a gyülekezet, pár ember szokott vasárnap részt venni a Isten tiszteleten, és úgy gondolom, hogy ez most nagyon jó dolog, hogy szinte tele van a templom, még a templom előtt is állnak. Nagyon fontosak ezek az események számunkra és az emberek számára is. Egy nagyon kicsi faluról beszélünk, 211 lelket számlál jelenleg a falunk. A Balsi Református Egyházmegye 46 gyülekezetből áll, a hívek száma csak nem 4000-re tehető. A gyülekezetek legközelebb október végén, a reformáció emléknapján találkoznak majd a Bajkai templomban.